ünnepi műsor a Dérinében, könyvbemutató, koszorúzás Kemény Pál sírjánál, ünnepi istentisztelet és koszorúzás. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. október 23-án 18 óra 5 perckor. Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország népének, a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Az 1956-os forradalom és szabadságharc karcagi megemlékezése tegnap este kezdődött a Dérinében. Ünnepi beszédet mondott nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes. Az eszme, a párt nagysága egyetemes volta mellett azt hirdették ezek a diktatúrák, hogy az ember semmi számadott, pótolható darab, egy fogaskerék a nagyműben. Nos, ilyen ideológia volt az, amely 1947 és 89 között uralta Magyarországot. A szocializmus, amely egy hangyagoly vagy egy méhkas működéséből vette az utópiáját, megvalósítandó álmát, a kommunizmust. A szocializmus az ideológia, az eszmerendszer, az álom pedig a kommunizmus volt. Az az álom, ahol az elképzelők szerint mindenki együtt dolgozik a bolyért, a tökéletes társadalomért, a királynőért, azaz a pártért. Az álom tehát az volt, a szocializmusnak ez volt az álma, hogy létrejön egy olyan társadalom, egy olyan rend, ahol eltűnik az egyén, semmivé lesz, és boldogan feloldódik a közösségben, amely közösség kijelöli számára a feladatot, az életkeretet, sőt, az életidőt is. Tehát ez volt a kommunizmus. Egy utópia. De 100 év világtörténelmi távlatából és a magyar történelmünk 7 évtizednyi tapasztalatából, különösen és az 56-os forradalmárok és szabadságharcosok kiállása alapján kijelentjük, jobb lett volna, ha a kommunizmus csak álom marad. Kár volt az igyekezetért. Meg se kellett volna próbálni megvalósítani. 1956 és 1989 közös öröksége, hogy nekünk úgy méltó emlékezni arra az államra, a kommunizmusra, ami egy bukott álom volt. Igen, 2019-ben úgy illik emlékezni egy bukott ideológia, a szocializmus. A történelmi tényeken nem változtat a nosztalgia sem. A megemlékező beszéd után a Nagykun Református Gimnázium tanulói ünnepi műsorral várták a megemlékezőket. Te napköziben nevelkedett apró kamasz. Te, kinek élete mindössze vagy tizenegy sivár tavasz. Te, kibe már az ABC-vel tönték az ideológiát. A szovjet tankok vad tüzében zengted a szabadság dalát. A tankok acélzáborában sem remeg egy gyenge kezed. Bátran markoltad meg a géppisztolyt, és szóltad rájuk a tüzet. Kicsiny szíved tán összerezzent, de lábad bátran szaladt. Kezedből nyugodt, biztos ízben repült a benzines palack. Te pesti srác, te hősök hőse, ontottad drága véredet, s a kivívott szent szabadságban megkaptad érte béredet. Te kicsiny bajtárs, esküszünk, hogy megvédjük ezt a drága vért, mert nem lehet, hogy kicsiny szívet hiába ontott annyi vért. Te pesti srác, te napköziben nevelkedett, apró kamasz. Te, kinek élete mindössze vagy tizenegy sivár tavasz.
Téged, ki ezt a drága éltett hazádért így adtad oda. Amíg magyar él a földön, nem felejtünk el soha. Az ünnepi megemlékezés Karcagon könyvbemutatóval folytatódott. Köszöntöm nézőnket a Déliné Kulturális Központban, hamarosan kezdődik az 56-os emlékműsor. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium diákjai adják most az ünnepi műsort. Felkészítő pedagógusokkal nagy tündetanárnővel beszélgetünk. Nagy volt itt az izgalom, belenézhettünk a főpróbába. Hogyan állt össze a műsor? A Főnix Diák Színpaddal készülünk már több hete erre a produkcióra. Alapját Kovács Dániel Gábornak a könyve jelentette, amelyet a mártír sorsú lelkészről, Pabéláról írt. Egy jelenetet választottunk ki, és ezt adjuk elő itt majd a színpadon. Párhuzamba állítja a szerző Jézus szenvedés történetével Pabélát, ezt helyezzük a középpontba. Az 50-es évek egyik áldozata ő a karcagi lelkész. Úgy koreográfoltuk meg az egész műsort, hogy nem csak a színdarab szereplői, hanem a versmondók is korhű ruhában jelenjenek meg. Karcagi lelkész volt, de nem karcagi származású. Az 50-es években dolgozott itt Karcagon, és szervezte a gyülekezet életét. Azonban, mint ahogy látni fogjuk majd a darabban is, az 50-es évek megtorló hulláma őt is elsodorta, és rábizonyították koholtvádak alapján, hogy a rendszer ellensége, ezért került börtönbe, és végül nem tudjuk, és menderítette ki a történelem, hogy milyen úton, módon, de egyszerűen eltűnt a Bakonyban, és csak a bakancsa maradt meg állítólag, és ez alapján azonosították be később majd a rendőrségi szervek. A városi megemlékezés az északi temetőben folytatódott Kemény Pál sírjánál. Keszeg Seres Patrícia, református lelkész idézte fel Kemény Pálnak az 56-os forradalom és szabadságharc karcagi mártírjának életét, akit a gépállomáson 1956-ban a dolgozók megválasztottak a munkástanács elnökének, bekerült a Városi Forradalmi Bizottmányba és a Forradalmi Katonai Bizottmányba is. Kemény Pálnak is köszönhető, hogy nem történtek nagyobb atrocitások a forradalom alatt. Ennek ellenére a karhatalmista megtorlások áldozata lett. 1956. március 6-án őrizetbe vették, bevitték a rendőrségre, ahol összeverték. Március 7-én a megyei politikai osztály fogdájába került, ahol orvosi ellátás nélkül folytatták kihallgatását. Március 18-án hunyt el. Szolnokon kellett eltemetni. Karcagon 1991. október 23-án volt az újra temetése. Megtorlás, vallatás, mártír halál. E szavakkal lehetne röviden összefoglalni Kemény Pál életének nehezebb időszakát és annak zárását. A megpróbáltatás ideje volt ez az ő életében. Erre emlékezve gyűltünk most össze. Átélte a kínok kínját, a rabság kiszolgáltatott helyzetét, a legkeményebb fájdalmakat, de immáron megszabadult minden földi kíntól, hiszen Isten országában a mi hitünk szerint megnyugodhatott, megsebzett lelke. Ami fájó szívünkre is, egyedül Isten adhat igazi vigasztalást itt a földi életben. Bár kötnek az emlékek, a fájdalmak, főleg önöket, kedves emlékező családtagok, köti a múlt, a szívüket, gondolataikat, de Isten mindezek alól felmentést és szabadulást ad majd egykoron. Az ő országában adja majd mindezek alól a kimenekedést. Mégpedig az ő szent lelke által, mert ahol az Úr lelke, ott a szabadság, mondja Pál apostol. Kemény Pál életére visszagondolva, úgy gondolom, felhangozhat szívünkben, fájdalmat érezve, az igazságtalanság szava is. És feltehetjük a kérdést talán,
Istenetán igazságtalan lenne? Azért adja talán az ilyen helyzeteket, mártír sorsokat, hogy megmutassa az ő hatalmát? Nem, semmi esetre sem. Isten igazságos Urunk, aki mindent időben cselekszik, sőt időben helyrehoz majd. Mindazt, amit az emberi természet, nagyra vágyás, hatalom, akarat elrontott. Helyrehozza azt majd végső soron az ő örök országában. Ott majd végső és teljes igazságot fog szolgáltatni minden embernek. Kemény Pál testvérünknek is. Önöknek is, kedves emlékező családtagok, és mindannyiunknak. Sírjánál családtagjai, a város vezetői, a pártok, civil szervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit, és gyújtottak Mécsest emlékére. A Kossuth téren az országzászló felvonásán megjelentek városunk vezetői, a pártok, intézmények, civil szervezetek képviselői. A zászlót a Kovács Mihály Huszár bandérium huszárai húzták fel. Közreműködött a Nagykun Honvéd banda részfúvós együttese. Az országzászló felvonása után ünnepi istentiszteletre került sor a református nagy templomban. A református nagy templomban tartott ünnepi istentiszteleten az ünnepi igehirdetés után az októberi hősöket a karcagi diákok emlékműsorával idézték meg. A Szabad Magyarország életpályának a magján éppen 63 éve vezetőtetették el. 1956. október 23-án ez egy gyertinap volt, és elsőként Debrecenben megmutatkozott aznap, hogy a magyarok lelkében majdnem egy évtizeden gyűlik a harag. Gyűlik a megaláztatottság, a keserűség miatt, a feszültség. És elég volt. Miből volt elege annak idején, ami őseinknek és őseinknek? Hát abból, ami 1947-tel a két cirkulás választásokra vette a kezdetét. Ez az egypárti rendszer kialakítása volt. Aztán folytatta tovább a tevékenységét, nem áldásos, hanem álkos módon az új rendszer. Államosítás következett, kitelepítések voltak. Ehhez az AVA 68 ezer főnyi személyzete adott adható segítséget, hogy nyugalom az ugyan nem volt, de csend az igen. Családfők eltűntek a titokzatos fekete autókban, fiatalok és idősek pedig megnyomorítva jöttek ki a még titokzatosabb ambulánsi U-60-ból. Az 50-es évek Magyarországának a hangulatát, azt a rettenetet Íj és Gyula zseniális lélektan egy költeménye fogalmazza meg, hogy mi volt akkor, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a törtönökben. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogyan gyermek idegennek felelget. Tudjátok, ez volt az élet az 50-es években. Mindenki félt mindenkitől, mindenki figyelt mindenkit. És mindenki olyan álmatlan éjszakákat élt át, hogy nem tudhatta, lesz-e holnap. Szóval ebből lett elege az embereknek 1956-ra. És azon az október 23-ai kora reggeli órában, amikor Debrecenben elindul a tömeg, nem sokára elindul Budapesten is. 50 ezer főnyi tömeg van a Bern-szobornál. Aztán átfordultak a parlamenthez 200 ezer fős tömegben. Egy másik csoport, egy hasonlóan nagy csoport pedig a Sztálin-szobron dönti le. És az ország minden részében szinte varázsütésre megindulnak a lelkek és megindulnak az emberek.
békésen, szabadságot és igazságot követelve. De emlékezzünk arra is, hogy október 23-a volt az a nap is, amikor az első lövések eldördültek, és az első vércseppek aláhullottak a Kockaköves utcákra. Jelezze, hogy a szabad Magyarország áron vétetik meg. És a következő 20 nap eseményei benne a karcagi történések csak később derült ki, győzelemre nem juthattak, de valami nagyszerű dolognak, a szabad Magyarország megvetésének voltak az eseményei. Mert jött a végkifejlés, november 11, Csepel, ahol a kollaboráns hazaárulók egy atomhatalom segítségét kérték a magyar szabadságharcosok ellen. Egyközben persze a nyugat diszkréten hallgat, és ezzel együtt jóvá hagy, és le is győzik a felkelést. De ez csak ideig óráig való diadal lett. Mert valójában azok veszítettek, akik eltiporták a felkelést. Hogy mondja Jézus a magvetésről? Bizony, bizony, mondom néktek, ha földbe vetett mag nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Szóval a november 11-én történt a nagy magvetés. Az elvettetés valójában magvetés volt. A szabad Magyarország magja a földbe került, a föld alá. Az elnyomók lánctalpakkal, kivégzésekkel, mint itt Karcagon kemény pál agyonverésével, vagy mint Pappéla esetében emberek eltüntetésével próbálta ezt a talajt jó megkeményíteni a mag fölött. Azután hátradőlt a szovjet. Azt gondolta, a mű elvégeztetett, az alkotó pihent, csak egy valamivel nem számoltak. A kovásszal. Ezzel nem számoltak. Hogy az elvetett mag kapja majd a kovászt. Az élesztés. Nem számolt ez a hatalom az emlékezés kovászával. Azzal, hogy a nagypapák, a nagymamák csak elmondták az unokáknak. Akkor lesz itt egy jó világ, hogyha vége lesz a kommunizmusnak. Nem számoltak az emberek hitével, mert az embereknek hite volt, keresztény hite, akik hittek abban, hogy van egy felső, igazabb hatalom, aki nem siet, de nem is késik. Nem számolt a hatalom, nem számolt az elnyomás, a csendes ellenállás erejével. Mindenkinek a figyelmében ajánlom Szilet István Viszer emlékezéseit, aki leírja, hogy még decemberben is voltak sztrájkok. Decemberben. Nem számolt a felső hatalom az szó és az írás kovászával. Nem számolt azzal a hatalom, hogy a mag életben fog maradni. Nem, hogy életben maradt, időben még egyre erősebbet. Elkezdett kinőni belőle az élet. A szabadság magja fölött, a letöngölt föld elkezdett egyszer csak tepedezni. És különösen is a 80-as évek, micsoda évtized volt, egyre nagyobb volt a repedés. És a mag elindulhatott az úton, szárva szökkenhetett. 1984 Nagy Gáspár költő Nagy Imréről verset írt, és számon kéri a gyilkosokat. 84. 85-ben a Monori találkozón kijelentik, a kommunizmus megbukott. 86 Lánchídi csata. 87 Vakitelet és az MDF megalakulása. 88 Fidesz, SZDSZ megalakulása, Kádár János leváltása, 100 ezres tömeg a romániai falu rombolása ellen.
89 ellenzéki kerekasztal létrejött. Nagy Imre újra temetése, mint az evangéliumban, a mag. Hogy van, amikor Jézus föltámasztja az ifjút. Felült a halott, és beszélni kezdett. Ugyanez történt. A 80-as években a halottnak hit szabadságban elkezdett életre gelni, és beszélni kezdett. Feltámadt a halott. És így érünk el 89. október 23-ához. Istennek hála az 56-ban elvedettet ma, a Városháza előtti téren az 1956-os forradalom emléktáblájánál a város és a megyei vezetők, a pártok, civil szervezetek képviselői az emléktáblánál elhelyezték koszorúikat. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!